nem mindennapi látványban volt részük a nagy becskerekieknek. A város főterén egy csaknem 100 éves automobil körözött. Vajon a mai gépkocsik hol lesznek 100 év múlva? Tehetnénk fel a kérdést. Az esemény azonban nem csak erről szólt. Bízunk abban, hogy a mai kiállítás, történelmi, illetve kulturális kiállítás ennek az együttműködésnek egy hosszú távú útját nyitja meg. Beszélgettünk arról a polgármester úrral, hogy az itt élő magyarságnak milyen módon tudunk segítséget biztosítani. Nagy öröm számomra, hogy két intézménybe is, magyar intézménybe is ellátogathattam. A közös tárlat, amely életre hívója Halmágyi Pál, a Makói Múzeum nyugalmazott igazgatója, a két város kapcsolatait hivatott erősíteni. Siguran sam da će iz ovakvih susreta da se rode i nove ideje i bolje povezivanje ova dva grada. Nismo mi daleko, to su nam praktično komšije. Znam da dosta Zrenjaninaca posećuje banju u Makovu, ali hoćemo i mi da oni dolaze kod nas, jer Zrenjanin je lep grad, ima mnogo toga da se vidi. Nagybecskerek Torontá vármegye, Makó pedig Csongrád vármegye székhelye volt. Levéltáraikban sok dokumentum tanúskodik a közös múltról. Nem véletlen, hogy a levéltárak együttműködésével bővült a két város kapcsolata is. 2009-ben meg is történt a szerződések, mert nem egy szerződést írtunk alá, a zentai, szabadkai és hát nagybecskereki levéltárral. Megkötöttük ilyen keret, megállapodás, együttműködési szerződést, ahogy tetszik, és azóta tulajdonképpen a kutatóink ide járnak a becskereki levéltárba kutatni, és hát fordítva természetesen nyitva áll az út. Galamb József mérnök, konstruktőr, a T-modell egyik megalkotója, Makó született. A Bádog-Böske néven ismert modell a világ első népautója lett. 20 év alatt, 1908. szeptemberétől 1927. októberéig 15,5 millió darab készült belőle. Tervezői csapatában Farkas Jenő magyar származású amerikai gépészmérnök is ott volt.